A Kárpátaljai megyei állami levéltárban folytatódik a dokumentumok nagyszabású digitalizálása. A hat nyelven létrehozott egyedülálló származástani gyűjteményt az intézmény munkatársai dolgozzák fel. Az iratok fotói hamarosan bekerülnek az elektronikus adattárba, és mindenki számára elérhetővé válnak. Ez jelentősen megkönnyíti a levéltári iratokhoz való hozzáférést, ugyanakkor megőrzi a régebbi dokumentumokat. Ukrajnában néhány megye elindított egy projektet a levéltári dokumentumok digitalizálására. Kárpátalján két helyen őrzik az egyedi dokumentumokat, Ungváron és Beregszászban. Több mint 1,5 millió levéltári egyedülálló dokumentummal rendelkezünk. Itt több országból származó történelmi iratok találhatók, mondta a megyei adminisztráció vezető helyettese. Зараз на сьогоднішній день у Ужгороді зберігається десь 750 тисяч справ. Jelenleg Ungváron körülbelül 750 ezer irat van, Beregszászban 900. De nem csak ilyen vastagságú dossziék vannak, hanem ennél is terjedelmesebbek, amint a raktárban látni fogják. Mindezek előkészítése, digitalizálása nagyon sok időt vesz igénybe. Fogalmazott az állami levéltár kárpátaljai részlegének igazgatója. Jelenleg a megyei archívum az amerikai Family Search International vállalattal való együttműködés révén 4 készüléket használ a dokumentumok digitalizálásához, és hamarosan további 2-re számíthat. A tervek szerint összesen mintegy 2,5 millió anyakönyvi könyvlapról készítenek színes képeket, hogy segítsék a genealógiai kutatást. 6688 справ зберігається по цьому фонду, який ми оцифровуємо зараз. Ebben az alapban 6688 iratot tárolunk, melyeket most digitalizálunk. Ez az alap tartalmazza a legrégebbi könyveket, Ungvár 1715-ből származó egyházi anyakönyvét. A birtokunkban lévő egyházi anyakönyveket a 17. századtól vezették, az állami anyakönyveket pedig 1895. októberében kezdték el vezetni. Az 1715-ös könyvhöz például nem kívánatos túl sokszor hozzányúlni, de mindent megteszünk, hogy digitalizáljuk. A megyei közigazgatás segítségével szervereket kell felállítanunk, azokon gyűjtjük majd ezeket az információkat. A kutatók az olvasótermi számítógépek segítségével hozzáférhetnek majd az őket érdeklő információkhoz, hangsúlyozta a szakértő. Отримати ту чи іншу інформацію, яка його цікавить. A megyei levéltár az anyakönyvek mellett tervezi a szűrési, a járási biztosítási, a tematikus és a személyi dossziék digitalizálását is. Minden képet ingyen megtekinthetővé tesznek majd a régió állami levéltárának honlapján. Jelenleg ott már elérhetők Kárpátalja 19. században készült egyedi térképei. У нас є зараз оцифровано повністю на нашому сайті, можеш побачити усю карти за 1865 рік. A honlapunkon megtalálható egy teljesen digitalizált 1865-ös térkép, amely bemutatja egész Kárpátalját, hogy merre voltak a folyók medrei, milyen települések maradtak fenn. Megtudhatjuk azt is, hogy az 1921-es népszámláláskor hányan éltek a megyében. Az adatok elektronikus formában megtalálhatók az oldalunkon, tette hozzá a levéltár igazgatója.